Szolidaritását fejezte ki az RMDSZ nőszervezete az abortusz szigorítása ellen tiltakozó lengyelországi nőkkel, akik napok óta a törvénymódosítás ellen tüntetnek. A nőszervezet elnöke szerint minden nőnek joga van ahhoz, hogy szabadon dönthessen jövőjéről. Az október 22-én elfogadott abortusz törvény szabályozását érintő új törvény ellen heves, tömeges tüntetések zajlanak Varsóban, miután az Alkotmánybíróság alkotmányellenesnek nyilvánította azt az előírást, amely lehetővé tette a terhesség megszakítását a magzati lét bármelyik szakaszában, ha az orvosok nagy valószínűséggel megállapítják a magzat súlyos betegségét, károsodását. A tüntetők azt kérik, hogy az abortusz korlátlanul legyen elérhető, emellett követelik a kormány leváltását is. Az abortusz szigorítása ellen tiltakozó lengyel nőkkel szolidarizál az RMDSZ nőszervezete is. Állásfoglalásukban hangsúlyozzák, a beteg magzatok művi vetélésének alkotmányellenessé tétele csorbítja a nők jogait, elveszi a döntési lehetőségüket az ilyen és ehhez hasonló nehéz helyzetben. Azt gondoljuk, és az a meggyőződésünk, hogy olyan törvény kell létezzen, ugye most Lengyelországról beszélünk, amely a jóléti társadalomnak a megfelelője, és amely a családtervezést lehetővé teszi. Úgy gondoljuk, és ez az álláspontunk, hogy az oktatási rendszer, a család, maga az egész társadalom is mindent meg kell tegyen annak érdekében, hogy a fiatalok értékelni tudják a gyermekvállalásnak a szépségét és a felelősségét is. A nőszervezet elnöke úgy véli, kiemelten fontos, hogy minden nő szabadon dönthessen a saját testét és lelkét érintő kérdésekben, ugyanis döntési szabadságuk korlátozása sem Romániában, sem a világ más országaiban nem járható út. Éppen ezért a megelőzés fontosságának hangsúlyozását és a nehéz helyzetben lévő várandós nők támogatását tekintik legfőbb prioritásnak.